Április 8-án origami kiállítás nyílt a Kovács Pál Művelődési Központban, ahol az érdeklődők egy vándorkiállítás anyagával ismerkedhettek meg. A tárlat abból az alkalomból indult útjára, hogy 25 éves lett a Magyar Origami Kör. A kiállítás vendégeit Zám Lajosné, a Kovács Pál Művelődési Központ munkatársa köszöntötte, és bemutatta jelenlévőknek a Magyar Origami Kör két tagját, Vógerné Sági Juditot és Fábián Zsoltot, akik röviden elmondták, mit is jelent az origami, illetve bemutatták a kiállítás tablóit és néhány érdekes technikával készült alkotást. Bár sokféle meghatározása van az origaminak, az egyik tablón olvashatunk egy rövid, tömör megfogalmazást. Az origami lényege, hogy egy papír az élek és vonalak váltogatásából alakuljon át térbeli alakzattá, vágás és ragasztás nélkül. Amikor a teremben nézelődtünk, arra gondoltunk, talán nem sértődnek meg a foltvaró klubok tagjai, hogy milyen sok hasonlóság van a két művészet között. Mindkettőnek valami egészen egyszerű dolog az alapanyaga, maradék textilanyagok vagy papír, amiből aztán az évek, évszázadok során egy-egy művészeti ág jött létre. A kezdeti lépések után az origami és a foltvarás is kidolgozta a saját tudományát, rendszerezte az ismereteket, munkafolyamatokat, nevet adott a munkaműveleteknek, és egészen tökéletes szintre fejlesztette az anyagok felhasználását. Míg a legenda szerint a foltvarrás Amerikából indult el, addig az origami szülőhazája Japán, ahol az első nyomokat a 8.-12. században találjuk meg. Innen származnak az első mesék arról, hogy egy ember papírból madarat formázott. A szó eredeti jelentését keresgélve azt találtuk, hogy az ori jelentése összecsukható, és a kami, később gami jelentése papír, magyarra lefordítva összehajtogatott papír. Az origami megtanulása az alapvető technikák megismerésével kezdődik. A világon többféle papírt használnak, ezt láttuk a kiállításon is, és aki már mestere a hajtogatásnak, az pontosan tudja, hogy milyen alapanyagot érdemes beszereznie. Az egyszerű hajtogatások után lehet a bonyolultabb műveleteket megtanulni. Az origamira sokáig egyszerű játékként tekintettek, azonban az utóbbi időkben a tudomány is egyre intenzívebben alkalmazza, felismerve a benne rejlő lehetőségeket. Egy kutatócsoport például az origami alapjait tanulmányozva földrengésbiztos házat konstruált, az autóiparban a gépkocsik vázát, illetve a légzsák összehajtogatásának módját is így tervezték meg. Magyarország első origami köre 1988. januárjában Kecskeméten szerveződött meg a Szórakaténusz Játékmúzeumban. Hamarosan országosan is ismerté vált, és egyre többen csatlakoztak hozzá. 1993-ban alakult át hivatalosan egyesületté Magyar Origami Kör néven, amely az országban egyedüliként fogja össze a papírhajtogatás iránt érdeklődőket. Filozófiájuk a kezdetektől változatlan, tanuljunk meg, hogy továbbadhassuk az origami varázsát. Az itt látható alkotások annak a vándorkiállításnak a részei, amely az egyesület megalakulásának 25. évfordulója alkalmából indult el. 2013. augusztus 1-én Pécsett volt az első bemutatkozása az Origami Csodálatos Világa című tárlatnak. Vógerné Sági Judit felhívta a figyelmet a teremben látható néhány egyedi darabra. Molnár László hüllőjére, amely 6 év alatt 18.000 darab teatasak hajtogatásával készült el. Sebők Zsolt portréjának érdekessége az, hogy vizesen hajtogatva fehér papírból készültek, és itt a fény és az árnyék játéka is megjelenik. A jelenlévő lányoknak, asszonyoknak talán Ásnyi Dóci Éva munkái tetszettek legjobban, a romantika korát idézték a teljesen felöltöztetett papíralakok, amelyeken a haj, a ruha, a finom díszítések, a virágok, a legyező, a napernyő minden a helyén volt. A kiállítás megnyitó végén bemutatták a jelenlévőknek a Kossuth Lajos gimnázium 11 diákját, akik már megismerkedtek az origamival, így az elmúlt héten 2000 pillangót hajtogattak meg azért, hogy reklámozzák ezt a kiállítást. Az Origami Csodálatos Világa című kiállítás a Kovács Pál Művelődési Központ kistermében április 18-áig tekinthető meg.